Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Szeretem ezt a hangulatot, amikor kel fel a nap, és még minden olyan érőben van. Még előttünk van a nap. Szeretem, amikor felébredek, de még nem rögtön ugrom ki az ágyból, csak úgy érzékelem a kétféle megváltozott tudatállapotot, hiszen más tudatállapotban van az ember ébredéskor, és más tudatállapotban van nappal, amikor oda kell figyeljen a mindennapi úgynevezett realitásokra. Meg kell becsülni az életnek minden pillanatát. Nincs is csodálatosabb, mint egy tavaszi reggel, amikor hallani a madarakat, hallani az élet jeleit, észrevenni mindazt a csodát és szépséget, amit semmi más nem tud nekünk adni, mint maga az élet. Az élet a végtelen csoda. És ugye én most az elragadtatásról szeretnék beszélni, és amivel bevezettem, ha egy picit odafigyeltek, az is már része az elragadtatásnak. Mert mi is az elragadtatás? Érdekes szó ez, hiszen ha nagyon szót övezni akarunk, akkor a szótő az maga a rag. Ahogy hozzátesszük azt a további toldalékot, hogy a ragad, ott már rögtön kétféle értelmezést kap a szó. Az egyik, hogy valamit megragadunk, elragadunk. A másik, hogy ragad. Tehát, hogy valami hozzátapad valamihez, mondjuk az enyves kézhez, az elvett dolog, az elvett tárgy. De más értelmet ad a magyar annak, amikor valakire valami ráragad, ugye? Tehát ez is itt érdemes egy kicsit az igekötőkkel játszadozni. Mert kiragadunk mondjuk egy részletet, rögtön más értelmet kap a. Persze a ragad az mindig azt jelenti, hogy valamihez hozzátapadni, valamivel összeragasztódni. És hogyha megragad minket egy részlet, tehát kiragadunk egy részletet, ugye ez egy dolog, de megragad például a táj szépsége, megragad a hajnal tisztasága, megragad bennünk valamilyen élmény, rögtön más értelmet kap, ugye? Az is baj, amikor valami beragad, nem indul el, mert. De amiről én most beszélni szeretnék, az elragad, pontosabban az elragadtatás. Az elragadtatás, ugye ott is előbb, tehát a végén a képző, az ás és, az valójában főnév képző. Az ige,
az elragad, ugye? Tehát magával ragad, elragad. Az elragadtat, az már egy olyan jelentést hordozó szó, amikor valamit csodálunk. Tehát magával ragad az élmény, magával ragad a csoda, elragadtat, és ugye abból képzünk egy főnevet, az elragadtatás. Elragadtatni, magával ragadni. Igen. Azt hiszem, megint visszatérve a pünkösd előhangulatához, azt hiszem, úgy lehetne a legjobban megfogalmazni, hogy elragadtat minket az Isten. Na de hát mi az Isten? Istent, a láthatatlant, a felfoghatatlant, éppen azért, mert láthatatlan és felfoghatatlan, nem tudjuk se látni, se felfogni. De ha Isten minden teremtményben, minden teremtésben jelen van, akkor lenézni egy csodálatos kilátásból mondjuk a tengerre. A jó Isten megadta nekem, hogy jártam a Sorrentói félszigeten. Végig hegyek és tenger. Liguria, végig hegyek és tenger. Horvát tengerpartnak számtalan része hegyek és az Adria tenger. Folytathatnám a sort. Egyes házas holdamban én imádom a tengernek a látványát, imádom a végtelenségét, imádom a nőiségét, a magával ragadását, ugye, amikor egy hullám magával ragad. És a táj fenségé elragadtatás, ugye? Ült-e már ki valaki a bükkfenség szélére, és nézte a tájat. Állni a Tatai tó partján, és nézni a tájat. Állni Tihanyban, és nézni a tájat. Állni a Tiszánál, bármelyik szakaszánál, csodálatos az a folyó, és nézni a tájat. De hogy a Dunát kéne hagyjam, rögtön a Dunakanyart fogom mondani. Teljesen mindegy, hogy a Börzsöny felől, vagy a Visegrád felől. Elképesztő. És ez mind az Isten. A hegyeivel, a tengereivel, a csodálatos folyóival, a növényzetével, a virágokkal, és mindennel, amit megtapasztalhatunk, és ez elragadtat minket. Magával ragad minket, és ha igazán kellő lelki állapotban vagyunk, akkor áthat minket a fenségesség érzése, áthat minket a helyzet szentségének valami olyan elképesztő magaslata,
amelyben mi emberek talán csak úgy tudunk megnyilvánulni, mint ahogy a Péter, amikor Jézus, tehát egyszer csak Péternek egy látomása van, ahogy Jézus ott áll Illéssel, keresztelő Jánossal a hegyen, és azt mondja, olyan jó itt, készítenék nektek egy sátrat. Igen, letelepedni Istennel, letelepedni Isten lábai elé. Természetesen ezek emberi képzetek, Istennek nincsenek lábai, és nem tudunk Isten elé letelepedni. De az Istenünket személyessé kívánjuk tenni azért, mert úgy könnyebben megfogható. Mi a lényege az elragadtatásnak? Végre nem a saját problémáink halmazaira figyelünk, hanem átéljük a végtelent, átéljük a teljességet. És ezért minél többször, minél gyakrabban tudunk elragadtatott állapotba kerülni, annál inkább átéljük a szentséget, és annál inkább átéljük azt a misztériumot, ami az ember és az Isten kapcsolatából fakad. Nos, mit is kívánhatnék ezen a héten a drága kedves nézőknek, mint minél több ilyen élményt, minél több elragadtatást. Akkor nem azzal foglalkozunk, hogy mit mond a televízió híradója, nem azzal foglalkozunk, hogy mit kéne már megint megcsinálni, hanem átadjuk magunkat. Elragadtatott állapotban elragad minket az Isten, az elragad nyilván idézőjelben, magával ragad, és elfelejtkezünk minden gondunkról, bánatunkról, és csak a fenségesség érzetét, a csodát látjuk. És nekünk ez a mindennapi misztérium jutott. Erre van lehetőségünk. Adjunk hálát, hogy egyáltalán át tudunk lényegülni egy ilyen állapotba. És az átlényegülés az azt jelenti, hogy már nem abban a kicsinyes, maradi, zárt, depis hangulatban vagyunk, hanem egy sokkal magasztosabb, egy sokkal átlényegültebb, egy sokkal fenségesebb élményben van részünk. No, ezt kívánom én önöknek minél többször, nem csak ezen a héten, nem csak pünköst felé haladva, nem csak a hétvégén, hanem adjanak erre lehetőséget maguknak minél többször, minél gyakrabban, mert ez egy nagyon jó állapot. Hogy ez maga lehetne a boldogság? Nem tudom. Nem tudom, mi az, hogy boldogság. Használunk egy szót, és nem tudjuk, hogy mi az. Én megelégszem azzal a kifejezéssel, hogy öröm. Töltse el a szívünket, lelkünket az öröm és az elragadtatás. Ezt kívánom önöknek tiszta szívből, 2023 pünkösd előtt. Isten áldja önöket. Viszontlátásra.